és vallásszabadságért, az evangelizáció, a lélekmentés és a szociális tevékenység szerint cselekszenek. S bár a baptista egyház kisegyháznak tekinthető, szorgalmukat egy korabeli krónika idézi legjobban. Eszerint Magyarországon kezdetben 20-an voltak, de a vallásos iratok terjesztése körül oly buzgalmat, sőt vakmerőséget fejtettek ki, hogy számukat több száznak gondolhatták. Jelenlegi magyarországi központjuk egyben a baptista képzés centrumának tekinthető. A baptizó azt jelenti, hogy vízbe meríteni, vízbe mártani, megmosni, és a keresztség eredeti formájára utal, amikor általában folyóvízben, ugye Krisztust Jordánban bemerítették. A baptisták ehhez az ősi gyakorlathoz ragaszkodnak. Magyarországon 1523-ban indult a misszió. A jellemző módon az első hősi korszak az tulajdonképpen néhány évtizedig tartott. A mártűriák sora jellemzi. 1528-ban az anabaptisták vezető teológusa Hubmaier Baltazár már mártír halált halt, őt mágián égették el a feleségét Bécsben, a Dunába folytották, ez egy klasszikus módszer volt akkor. Magyar anabaptista reformátorként Fischer András 1540-ben halt mártír halált. Magyarországon mikor nyert létjogosultságot, mikor ismertették el önmagukat a baptisták? 1905-ben történt a törvényes elismerés, azóta törvényesen elismert egyházként működik a baptista egyház. Nagyon sokan úgy tartják, hogy a kisebbségben lévő egyházak vagy a kisegyházak emberöltönként kell, hogy megvívják a maguk küzdelmét azért, hogy elfogadják őket. Ez vajon a jelenkorra is érvényes? Feltétlenül. Hát mi egy ilyen küzdelmet, ha ezt lehet küzdelemnek nevezni, folytatunk néhány év óta. És úgy gondoljuk, hogy egy-egy társadalmat azok az egyházak, amelyek jellemzőek arra az országra, ahol éppen élünk, komolyan meghatároznak. Most nyilvánvaló, minden egyház egy kicsit a létszámának megfelelő szeletet vállalhat föl a társadalomból, olyan tekintetben, hogy arról a sokat emlegetett erkölcsi megújulásról gondoskodjék Isten kegyelméből, ami azért az egyházaknak feladata. Ma hány fős ez a baptista létszám? Magyarországon 11 ezer felnőtt korban megkeresztelt rendszeres templomba járó baptista van. Általában azt szoktuk mondani világviszonylatban, hogy ezt a számot 3-mal 4-jel kell szorozni ahhoz, hogy a valóságos templomba járó létszámot megkapjuk. Vajon növekszik-e majd ez a létszám, hiszen itt a baptista egyház központjában működik a Baptista Teológiai Akadémia? Hát nagyon reméljük, hogy növekedni fog. Nagyon fontos dolog a misszió hátterének a biztosítása, és most itt éveken keresztül ezen dolgoztunk. Tehát létre kellett hozni tulajdonképpen a semmiből egy teológiai akadémiai épületet, egy missziói központot. Ma Magyarországon a hagyományos protestáns egyházak növekedése az eléggé kérdéses. Egy csomó olyan új mozgalom jelent meg, amelyek rendkívül divatos szlogenekkel tudnak megjelenni, és bizony elsősorban a fiatalok között nagyon komoly eredményeket tudnak elérni zenével és egyebekkel. Ez nem kis kihívás a protestáns felekezeteknek, hisz egyfelől a megújulásra buzdító jel, másfelől semmilyen módon nem szabad feladni azokat az evangéliumi standard alapokat, amelyek nélkül kereszténységről nem lehet beszélni. Ez azt jelenti, hogy megmaradt továbbra is a jelszó az előre az egyházzal az evangéliumért? Én azt hiszem, hogy ez egy jó jelszó.